A gyulai önkormányzat Facebook oldalán adott tájékoztatást arról az elérhető támogatásról, melyre a digitális oktatásban érintett családok jogosultak. A kormány döntése értelmében most több család is igényelheti a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás megtérítését. Ez a lehetőség a digitális oktatás idejére szól, mely problémamentesen igényelhető, amennyiben a család már rendelkezik otthon valamilyen előfizetéssel, internet eléréssel. Probléma akkor adódik, amikor nem rendelkezik. Az ilyenkor felmerülő lehetőségekről Csige Gábor jegyző nyilatkozott televíziónknak. Két megoldás lehetséges. Vagy bekötteti arra az időtartamra, ami talán abból a szempontból nehézkes, hogy hűségidő nélkül meg néhány hónapra azért egyik internet szolgáltató sem szokta biztosítani az előfizetést. A másik megoldás pedig az, hogyha egy ilyen mobil internet, mobil stickkel rendelkező internet kapcsolatot vásárol, ennek az a hátulütője, hogy ez nyilván egy költségesebb dolog, viszont bárhol elérhető és időkorlát nélkül lehet igénybe venni. Az önkormányzatot már korábban megkeresték olyan családok, akik hajlandóak lennének a vezetékes internetet is beköttetni otthonukba, ugyanakkor az érintett városrészeken erre nincs lehetőség. Az önkormányzat a korábban említett drágább mobil stickes megoldást is megtéríti azoknak a digitális oktatásban résztvevő gyermekes családoknak, akiknél csak ez a megoldás elérhető. A városvezetés úgy döntött, hogy azokat a gyermekeket nevelő családok számára, akiknek nincs megkötött internet szolgáltatása, és csak ezt a mobil internet hozzáférést tudják igénybe venni a digitális oktatás időtartam alatt, azoknak a szolgáltatás elmerült többletköltségét, a szolgáltatási díjat önkormányzatunk megtéríti. Ez reményeink szerint egy, maximum két hónapot jelenthet, ez egy 15-20 ezer forintos többletköltség per család körülbelül, és ennek biztosítását az önkormányzat költségvetése elbírja. Az érintett családokat arra kérik, hogy keressék fel a polgármesteri hivatal szociális osztályát, ahol tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen adatlapot, kérelmet kell kitölteni az igényléshez. Az ügyben csupán két dolgot kell igazolni. Első körben azt, hogy a tanuló gyermek valóban digitális oktatásban vesz részt, valamint a lakóhelyet.